Járási szavaló versenyt tartottak, legkedvesebb versem címmel a Költészet napja és József Attila születésének 112. évfordulójának alkalmából a Tököli iskolában. Számos nívó szavalat közül választotta ki végül a zsűri a győzteseket. Hangot lefonja álmom, és szívemben nappal újra megtalálom. Hát hallgatok, még zsong körém felállván, sok hűvös érintésünk büszke pár. 5., 6., illetve 7., 8. évfolyamos diákok alkalmi öltözékben tanárukkal vagy szüleikkel várakoztak a Tököli suli 2. emeletén. Egyesek még utoljára lepillantottak a papírlapra, mások magukban mondták el újra és újra a kiválasztott művet. Az iskolában régre visszanyúlik a szavalóversenyek tradíciója. Ez most már évtizedek óta a mi iskolánkban kerül megrendezésre. Ez a versünnep szavaló verseny, legkedvesebb versem ez a címe. A gyerekek választhatnak verseket, a lényeg az, hogy magyar költők műveiből történjen ez a versválasztás. A régi klasszikusok ugyanúgy szerepelnek benne, tehát Kosztolányi vers például, mint ahogy a maiak, tehát akár Lackfi János, illetve más kortárs költők műveit is szívesen választják a gyerekek. Kertem nátiszokkal végigültetét, csörgő patakokkal fájnyeltetét, rám ezer virággal szóltad a tavaszt, s égi boldogsággal fűszerezted azt. Sokszor halljuk, hogy a mai gyerekek már a modern tudomány, a technikai kütyük világában merültek el. Ez igaz, hisz már a legkisebbek kezében is ott van például az okostelefon. De ez nem jelenti azt, hogy a könyvek, verses kötetek véglegesen a polcokra kerültek. Vannak még, akik szívesen forgatják ezeket a kezükben, csak sajnos egyre kevesebben. Sajnos egyre szűkül azoknak a gyerekeknek a tábora, mondjuk így, akik igazán szívvel, lélekkel kedvelik a verseket. Mi pontosan azért tartjuk fontosnak ezt, hogy minden évben sort kerítsünk erre, hogy legalább ilyenkor egymásnak, a közönségnek egy szép délután szerezzenek, és rájöjjenek arra, hogy milyen szép dolog verset mondani. Máskülönben ment a dolga a kedves cicának, a reggelin gazdájával ketten osztozának. Búsan nézte ezt a szolga, s hajna, fia zsemlére, pohár tejre, nagyokat sóhajta. Szavalni nem egyszerű. Sokaknak azonban, ahogy mondani szokták, zsigerből megy. Mások kitűnően szavalnak sok-sok gyakorlás után. Nehéz meghatározni, hogy mitől lehet egy vers a legkedvesebb. Valamitől különlegesebb, mint a többi. Van benne egy kis plusz, ami másban nincs, és jobban kötődöm hozzá. Annak, aki kiáll a zsűri elé és a közönség elé, több dologra is oda kell figyelnie. Azt gondolom, hogy az egyéniségükhöz megfelelő versválasztás, ez az egyik fontos dolog. A másik a gondolatok közvetítése, az érzelmek közvetítése, természetesen a tiszta beszéd, ez ugyanolyan fontos, mint akár egy szép kiejtési versenyen. És hát miután vers és érzelmeket közvetít, én azt gondolom, hogy leginkább az, hogy mennyire sikerül átadni ezeket az érzelmeket a hallgatók számára. A titkot, amilyet ekkor titokban világra jöttem, vérben és mocsokban, a szót, a titkot, a picin csodát, hogy megkeressem azt a másikat, s fülébe súgjam. Add tovább. Testvér, mi szívig hatoló szavak. Véred ott folyik benne, örökölt anyag. A versenyen első helyezést ért el az 5. 6. osztályos kategóriában Csillag Vivien a Gönczi iskolából, a 7. 8. évfolyamból pedig Pál Tamás a Hőgyes suliból.